Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra ebben a videóban. Tartozom nektek még egy túra videóval, amely a tavalyi utolsó igazán nagy túrázás volt. Október vége mindössze néhány fok lehetett, de elszántam magam még egy utolsó 253 kilométeres motorozásra. Az időjárás még épp tűrhető volt, de a motoron már nem volt kellemes a menetszél. Ez a túra számomra szimplán csak egy új tájon való motorozás volt, mivel nem volt különösebb célpont vagy látnivaló, ami indokolta volna a túrát. Székelyudvarhelyi irányából Gyergyó fele vettem az irányt, és néhány kanyar után a megnövekedett adrenalin szintnek köszönhetően a sebességem is egyre csak növekedett, és a motrot is próbáltam amennyire csak lehet döntögetni. Kicsit elkapott a hív, de minden egyes méterét ki akartam élvezni az utolsó motorozásnak. Gyergyóba majdnem megérkezve megálltam először az Andezit bányánál, és pár kört repültem a drónnal. Ezután Gyergyó fele, majd Maroshévíz fele vettem az irányt. Ekkor már a nap is kezdett lemenni, és a levegő is egyre csípősebb lett. Maroshévíz és Szászregen között kiváló volt az út, tempósan lehetett haladni. Egy helyen megálltam, mivel szólított a természet, és a végtagjaim is már át voltak fagyva. Itt már nem tartottam annyira jó ötletnek a túrát, de kb. Csak félúton tarthattam. Szászrégenbe megérkezve kicsit elkavarodtam, de egy kis értetlenkedés után megtaláltam a hazafele vezető utat, és gőzerővel repesztettem hazafele. Valahol Szászrégen és Szováta közt muszáj volt megállnom rehabilitálódni, közben meg kicsit megriogattam a békésen legelő teheneket. Néhány felvétel és fotó után újra motorra pattantam, és mint mindig, most is éjszaka róttam le a megmaradt 70-80 kilométert. Köszi, hogy velem tartottatok, ha még nem tetted, iratkozz fel, ha tetszett, lájkold a videót, és találkozunk a következő videóban.